Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Az Úr legyen veletek! Mai napon az Anya Szent Egyház Szent Cecília szűzről és vértanúról emlékezik meg, ő az egyházi zene védő szentje. Az ő közben járását kérjük a mai napon életünkre és egyházunkra egyaránt. A misét fölajánljuk élő Mihályért és Éva családjáért. Továbbá Tatáról jött a kérés, elhunyt László férj lelki üdvéért is imádkozunk a misében. Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Könyörögjünk. Urunk Istenünk, légy irgalmas hozzád könyörgő népedhez, és Szent Cecília szűz és vértanú közbenjárására hallgass meg jóságosan imádságunkat. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten, mindörökkön örökké. Amen. Szent Lecka jelenések könyvéből. Én János látomásomban fehér felhőt láttam. A felhőn ült valaki, aki az ember fiához hasonlított.
Fején aranykoronát viselt, kezében éles sarló volt. Egy angyal jött ki a templomból, és harsány hangon oda kiáltott a felhőn ülőnek. Lendítsd meg sarlódat és arass! Itt az aratás ideje. Már érett a vetés a földön. A felhőn ülő a földre vetette sarlóját, és learatta a földet. Ekkor egy másik angyal lépett ki a mennyei templomból, akinek éles metszőkése volt. Egy harmadik angyal az oltártól lépett elő, ennek hatalma volt a tűz felett. Harsány hangon kiáltotta annak, akinél az éles metszőkés volt. Lendítsd meg éles késedet, és szüreted le a föld szűrőföldjeit, mert beértek már a szemek. Az angyal lehajította éles metszőkését a földre. Leszüretelte a föld szőlőjét, és Isten haragjának nagy sajtójába vetette. Ez az Isten igéje. Isten Szent Lukács könyvéből. Abban az időben, amikor némelyek megjegyezték, hogy milyen szép kövekkel és díszes fogadalmi ajándékokkal van díszítve a jeruzsálemi templom, Jézus ezt mondta. Jönnek majd napok, amikor abból, amit most itt láttok, kőkövön nem marad. Mindent lerombolnak. Erre megkérdezték tőle, Mester, mikor történik mindez, és milyen jelek előzik meg? Ő így válaszolt. Vigyázzatok, nehogy félrevezessenek titeket. Sokan jönnek az én nevemben, s mondják, én vagyok, és elérkezett az idő. Ne kövessétek őket.
Amikor háborúkról és lázadásokról hallotok, ne rémüldözzetek. Mindennek előbb meg kell történnie, de ezzel még nincs itt a vég. Aztán így folytatta, nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad. Nagy földrengés lesz itt is, ott is, éhínség és dögvész. Félelmetes tünemények és rendkívüli jelek tűnnek fel az égen. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim! Mai szakasznak a párhuzamát Máténál és Márknál is megtalálhatjuk. Tegnap kezdtük el felolvasni Lukács könyvének 21. fejezetét, melyet a héten tulajdonképpen át is veszünk. Az első bekezdés a szegény özvegy két fillérjéről szólt, pontosabban az özvegyasszonynak az adokozásáról. Történetből az egyháza kezdetektől fogva azt olvassa ki, hogy az Isten nem alamizsnát kér és vár az embertől, hanem teljes odaadást kíván Krisztus követőitől. Ma a templom pusztulásáról és annak előjeleiről olvastunk. Valójában egy eszkatológikus beszédet olvasunk fel ezen a héten, az adventi időszak előtt. A 21. fejezet tulajdonképpen ez a 21. fejezetet tulajdonképpen ez a beszéd tölti ki. A fejezet utolsó verse egy kicsit elkülönül ettől a beszédtől, mert ott Lukács jelzi az olvasónak, hogy az Úr Jézus Krisztus nappal a templomban tanított, éjszakára pedig visszahúzódott, elment az olajfák hegyére, és ott töltötte az éjszakát bizonyára imádsággal. Jézus körülálló emberek szinte dicsekedve mutatják Jézusnak a templomot, mintha azt nem látta volna, még bizonyára látta már többször is. Tehát dicsekedve mutogatják a templomot, hogy micsoda szép kövek alkotják azt, és milyen szép és drága fogadalmi ajándékokat tettek ott le az évszázadok során az emberek. El lehet képzelni, milyen arcot vágtak, amikor Jézus velük ellentétben nem dicséri a templomot, hanem arról kezd el beszélni, hogy itt hamarosan, illetve nem is hamarosan, itt lesz majd idő, amikor kőkövön nem marad. Kijelentése prófétai módon írja le a jövőt. A templom, amikor a templom nem lesz többé csodálatra méltó, mert mindent szétrombolnak benne. Tulajdonképpen az eszkatológikus beszéd rávilágít arra, hogy a teremtett világ alá van vetve a mulandóságnak. Akár tetszik, akár nem. Ezt a keresztény embernek ezen túl kell látnia. Tehát nem szabad itt leragadnia, hogy húha, jön a világ vége. Hát ezt tudjuk, mert Jézus már 2000 évvel ezelőtt megjövendölte. Hogy mikor azt nem árult el, világosan elmondta, ő maga sem tudja, csak az atya. És az, akinek az atya ki akarja nyilatkozni. Tehát nem tudjuk, de jön. És ezt az egyház nyilván 2000 éve Jézus hirdeti és így éli az életét. Tehát túl kell látni a keresztény embernek ezen a világ végén. Igyekeznie kell bebiztosítani a jövőjét, mint ahogy az elmúlt héten, vagy az azt megelőző héten, már nem emlékszem pontosan, szó volt erről a hűtlen intézővel kapcsolatban. Tehát igyekeznie kell bebiztosítani a jövőjét, mert ahogy Jézus korábban mondta, aki mindvégig kitart, az üdvözül. És hogyha valaki mindvégig kitart, akkor azt miért foglalkozik a világ végével? Nincs rá szükség. Nekünk azzal kell foglalkozni, ami azután jön. Tehát arra kell törekedni, hogy eljussunk az üdvösség állapotába. Amen.
Imádkozzunk testvéreim a mi Úrunkhoz, Jézus Krisztushoz, aki a vértanúk hősiessége által mutatja meg a világnak az igaz hit értékét és az áldozatvállalás magasztosságát. Vértanúidért, akik mint halálig hűségesek maradtad hozzád, őrizd meg népedet az igaz hitben. Vértanúidért, akik szabad léleket tettek tanúságot rólad, add meg az egész világnak a lelkiismereti szabadság ajándékát. Vértanúidért, akik téged követve keresztjüket vállalták, add, hogy az élet minden baját mi is erős lélekkel viseljük. Vértanúidért, akik tisztára mosták lelkük köntösét szent véredben, add, hogy legyőzzük a test és a világ csábításait. Vértanúidért, akik együtt uralkodnak veled, fogadd be halottainkat örök országodba. Győzelmes királyunk Jézus Krisztus, látod, hogy nélküled mennyire gyengék vagyunk. Állj híveid mellett a megpróbáltatás idején, és add meg nekik erősítő kegyelmedet, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Imádkozzatok testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Jóságos Istenünk, árazd áldásodat áldozati adományainkra, minket pedig erősíts meg abban a hitben, amelyről Szent Cecília vére hullásával tett tanúságot, Krisztus a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Úrunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Mert Szent Cecília hitünkért vérét ontotta, a megváltó nyomába lépett és kegyelmet csodálatos erejét hirdeti, mely gyöngességében is hőssé avatja értett szenvedő hívedet, s bátor tanúságtételre ad erőt néki, Krisztus a mi Urunk által. Ezért a mennyei hatalmas angyalokkal együtt a földön mi is szüntelenül magasztalunk téged, fölségedet dicsérjük és hangos szóval vég nélkül zengjük. Magasztalunk téged, mennyei Atyánk, mert életünk útjain velünk vagy mindig. De kivált kép most midőn szent fiad Jézus, szeretetének asztalánál gyűjt egybe minket, magyarázza a szentírást, és megtöri a kenyeret, mint egykor az Emmauszi tanítványoknak.
Kérünk tehát, mindenható Istenünk, küld el szent lelkedet a kenyérre és borra, hogy Jézus Krisztus jelen legyen közöttünk, testével és vérével. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vacsora közben kezébe vette a kenyeret, majd hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Majd ugyanígy kezébe vette a borral telt kelyhet, ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Jóságos atyánk, most ünnepi lélekkel megváltásunk emlékét üljük, és hirdetjük, hogy szeretsz minket. Kínszenvedése és halála által szent fiad átment az új életbe, s feltámadásával eljutott a te dicsőségedbe. Nézz jóságosan erre az áldozatra, Jézusra, aki testét és vérét odaadja értünk, és ezzel az áldozattal megnyitja nekünk az utat hozzád, mennyei atyánkhoz. Irgalmas Istenünk, ajándékozd nekünk szent fiad lelkét, a szeretet lelkét. Adj erőt mindnyájunknak, akik fiadnak testét és vérét magunkhoz vesszük, hogy hitben és szeretetben egyek legyünk egymással, egységben Ferenc pápánkkal és Péter püspökünkkel. Nyisd meg szemünket, hogy észrevegyük, ha valaki gondokkal küzd. Adj ajkunkra vigasztaló szavakat, ha elmagányosodott és reményvesztett emberekkel találkozunk. Adj bátorságot, hogy tettekkel segítsük szegény vagy elnyomott testvéreinket. Tedd egyházadat az igazság, a szabadság, az igazságosság és a béke otthonává, hogy új reményt ébresszen minden emberben. Mennyei atyánk, irgalmas testvéreinknek, akik Krisztus békéjében hunytak el, s légy irgalmas minden megholthoz, akinek hitét csak te ismerted. Támaszd fel őket a végső napon. Ha pedig majd a mi útunk véget ér, védj fel minket is országodba, ahol az élet teljessége és az örök dicsőség vár ránk. Engedd, Urunk, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, az apostolokkal és a vértanúkkal, Remete Szent Pál és Boldog Özséb atyánkkal és minden szenteddel együtt, Urunk Jézus Krisztus által, téged dicsőítsünk és áldjunk. Ő általa, ő vele és ő benne a tiéd, mindenható Atyaisten, a Szent Lélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Üdvözítünk szavára, isteni tanítására így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőnek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol a mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a
Köszöntsétek egymást a béke jelével. A mi Urunk Jézus Krisztus testének és vérének egyesítése. Várjuk a szent áldozásban lelkünk üdvösségére. Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hallgatomba jöjj, hanem csak egy szó. Én vagyok az igaz szőlőtő, ti a szőlővesszők, mondja az Úr. Aki bennem marad, és én ő benne, az bő termést hoz. Mondjuk el együtt a lelki áldozás imáját. Uram Jézus Krisztus, hiszek benned, imádlak téged, és szeretlek téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szent áldozásban, hogy veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és védj lakást benne örökre. A mi Úrunk Jézus Krisztus teste őrizzen meg engem az örök létre. Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni életemben és halálom után is. Amen. Könyörögjünk. A
szent áldozatban megerősödve kérünk, segíts meg Istenünk, hogy Szent Cecília csodálatos álhatatosságát követni tudjuk, és a kitartó hűség örök jutalmát elnyerjük. Krisztus a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Amen.